Nagyon nagy hiba. Akkor most már lehet lehibáztatni. Hát én gyakorlatilag 9 éves voltam 56-ban. 8 éves pontosan. Lényegében az olimpia akkor közel sem érdekelte az embereket, annyit tudták, hogy van olimpia, de a saját bajuk bajával volt elfoglalva. Házból tudták, hogy az én édesapám kim van, és mondjuk a szüleimet, az édesanyámat meg. Szóval akkor inkább az aggódás olimpiája volt. És hát ugye állandóan az volt, hogy eredmények, hogy hazajönnek, nem jönnek haza. Mert nagyon sok magyar olimpikon, aki kint volt, az bizonyos értelemben hát akkor nem jött haza, az diszidálásnak hívták abban az időben. Családok közti hát kommunikáció. Tehát én úgy érzem, hogy akkor az még megmaradt bennem, hogy édesapámat mi vártuk a nyugati pályaudvarnál, ugye, mert nem repülővel jöttek, hanem vonattal jöttek. Nagyon-nagyon szét volt lőve a környéke, nagyon sok ember volt kint, nagyon csatatér volt az egész pályaudvar és környéke, nagyon sok ember azért jött ki, hogy kik jönnek haza, és nagyon sokan nem jöttek haza. Én kerületben, gyerekkoromban, szóval teljesen el volt hüledezve, hogy a körúton az milyen állapotok voltak akkor. Szóval az nem volt két ház, amely ne lett volna szétlőve. És amikor visszajöttek, hát akkor látták azt a pusztítást, ami bekövetkezett.